A Kressz TV tesztkérdésekkel kapcsolatos sorozatának utolsó adását láthatjátok, így összesen 35 kérdést dolgozunk fel, és remélem nagyon sokat tudok ebben segíteni, mindazoknak, akik vizsgára készülnek, és természetesen mindig azoknak is, akik szeretnék a tudásukat egy kicsit frissen tartani. Pető Attila vagyok, a Kressz professzor, és tartsatok velem a tesztkérdések elemzése közben. Az első kérdés a következőképpen hangzik. Személyautód elromlott, és ezért kénytelen vagy a leállósávra félreállni. Lakott területen kívül vagyunk, a járművedet az elakadás jelző háromszöggel érdemes megjelölni, kötelező megjelölni, nem kell megjelölni. Ahhoz, hogy ezt a feladványt megoldjuk, természetesen pontosan tudni kell az adott Kressz szabályt, ami úgy szól, hogy lakott területen kívül az úttesten, illetve a leállósávon álló elromlott járművet mindenképpen elakadási jelző háromszöggel a jármű mögött elhelyezve meg kell jelölni. Van olyan válasz? Igen, a B-t megfigyeljük, kötelező megjelölni. Nem szükséges egyébként ilyen megjelölés, ha esetleg parkolóhelyen lennénk, illetve fontos a kérdésben az, hogy lakott területen kívül vagyunk, mert szintén lakott területen belül ez a szabály nem él, tehát ott nem kötelező megjelölni, ott az lenne egyébként a jó válasz, hogy érdemes megjelölni, de nem kötelező. Következő kérdés egy közúti jelzéssel kapcsolatos, de egy kicsit bonyolultabb feladvány. Ezzel a közúti jelzéssel megjelölt útra az alábbiak közül melyik jármű szerelvénnyel hajthatsz rá? Persze ismerni kell ezt a táblát, ami nem más, mint az autóút jelzés, és mivel ráhajtást kérdeznek, ezért tudni kell, hogy autóútra kik hajthatnak föl. Nagyon egyszerű a szabály, egy szóval a gépjárművek. Gépjárműnek minősül a személygépkocsi, a motorkerékpár, a tehergépkocsi, illetve az autóbusz. Ha megnézzük ezeket a válaszokat, traktorból és egy pótkocsiból álló járműszerelvény biztos nem jó, mert a traktor nem gépjármű. Motorkerékpárból és motorkerékpár utánfutóból álló járműszerelvény, ez jónak tűnik, hiszen ott a motorkerékpár meghatározás, illetve lassú járművel és utánfutóból álló járműszerelvény, hát egy targoncával nem hajthatunk föl az autóútra. Ebből következik, hogy a B válasz lesz a helyes, még akkor is, ha furcsának tűnik, de igen, létezik motorkerékpár utánfutó, és ha motorkerékpár után kötünk egy utánfutót, akkor az bizony járműszerelvénynek minősül, tehát ezért a B választ tudjuk elfogadni. Következő kérdés megállási tilalommal kapcsolatos. A két személyautó a két úttest széleinek metszéspontjától 5-5 méterre várakozik, melyik jármű szabályos? Az 5 méter oké, hiszen kereszteződéstől 5 méteren túl meg szabad állni, tehát ilyen szempontból jó lenne mind a két jármű, de nézzük meg jól a képet, felfestettek egy kijelölt gyalogos átkelőhelyet, azaz zebrát. És jó tudni a szabályt, hogy a zebrán és előtte 5 méterrel tilos megállni, tehát jelen esetben a B jelű zöld autónak még 5 métert ki kéne hagyni a gyalog átkelőhely előtt. Viszont ha a szabály azt mondja, hogy zebrán és előtte tilos megállni, akkor ezzel megengedi, hogy közvetlenül a gyalog átkelője után megállhat a járművem. És ha megnézzük a kék autó, az A jelű jármű bizony a zebra után áll, a kereszteződéstől 5 méterre, tehát ebből következik, hogy a B válasz lesz a megfelelő. Segédmotoros kerékpárt vezethetsz alkohol fogyasztását követően? Hangzik a következő kérdés, és bizony van, aki elgondolkozik ezen, mert valóban egy pár éve megváltozott a szabály ezzel kapcsolatban, de aki figyelmesen ismeri a Kresszt, az tudja, hogy nem minden jármű részére megengedett, úgymond spicces állapotban, tehát kis mennyiségű alkohol fogyasztása után vezetni. Ez kizárólag egy esetben lehetséges, hogyha kerékpárt tekerünk, akkor is csak, ha a kerékpár vezetésére egyébként biztonságos állapotban vagyunk, tehát ebből következik, hogy tényleg kis mennyiségű alkoholról van szó. Minden egyéb járművel, a lovaskocsitól kezdve a kérdésben feltett segédmotoros kerékpáron keresztül, természetesen a személygépkocsiig gyakorlatilag zéró tolerancia van, ami azt jelenti, hogy alkoholfogyasztása követően nem szabad vezetni, úgyhogy egyetlen egy jó választ elfogadható ebből a háromból a C, hogy nem lehet vezetni. Egy útkereszteződésben a rendőr kinyújtott karjára merőleges irányból érkezel, merre folytathatod az utadat, csak egyenesen vagy jobbra, bármely irányba, semmilyen irányba, mert ez a karjelzés az útkereszteződésbe való behajtás tilalmát jelenti.
Aki figyelmesen nézte a sorozatunkat, észrevehette, hogy minden egyes kérdésnél volt egy kép, és itt nincs. Ennek az az oka, hogy a kérdés ilyen formában szerepel magában a KRESZ-ben, mint jogszabályban, és ha valaki kinyit egy jogszabályt, akkor megállapíthatja, hogy ott bizony nincsenek ábrák, nincs lerajzolva jogkészszabály, és még az sincs lerajzolva, hogy a rendőr hogyan áll a kereszteződésben, hanem szövegesen van meghatározva, és a kérdésben a lényeg, hogy karjára merőleges irányból érkezel, két irányból lehet látni a rendőrt, vagy merőlegesen áll, vagy pedig párhuzamosan, és nem már tudni, hogy a párhuzamos jelenti a szabad áthaladást, a merőleges viszont olyan, mint a piros fény a lámpába, ez a továbbhaladás tilalmát jelzi, és ebből következik, hogy a három válasz közül a C lesz a helyes. Egyébként hagy hangsúlyozom ki, hogy az A válasz semmiképpen nem lenne jó, ki lehet szúrni rossz válaszokat, és azért lesz egyfajta könnyebbség a vizsgán, hiszen rendőr esetében két választ fogadhatunk csak el, azt, hogy bármelyik irányba, tehát jobbra egyenesen balra mehetünk, vagy azt, hogy egyik irányba sem, mint jelen esetben a C válasz, azaz a rendőr nem tud irányt korlátozni, tehát azok a válaszok, hogy csak egyenesen, vagy egyenesen és jobbra, soha nem lesznek jó válaszok rendőr esetében. Következő kérdés egy útkereszteződés, méghozzá egy egyenrangú útkereszteződés. Ebben az útkereszteződésben melyik jármű közlekedhet tovább elsőnek? Ha ránézünk a képre, és beugrik az a bizonyos Móriczka szabály, amit a jobbkész szabálya kapcsolatos filmösszeállításban megtekinthettetek, akkor rájöttök arra, hogy van egy olyan jármű, amelyik jobbra kisívbe kanyarodik, jelen esetben a B-jelű zöld autó, így ő mehet elsőnek, itt színeket kérdezünk, tehát a három válasz közül a C lesz a jó válasz, bizony a B-jelű megy elsőnek, azután következik a piros autó, és végül utolsó lesz a C-jelű jármű. És végül az utolsó kérdés. Személyautót télen vezetsz, az út csak kicsit havas, de jéggel borított, használhatsz-e hóláncot? A hólánc használata feltételekhez kötött, nyilván száraz időben, melegben nem fogunk föltenni hóláncot, mert a járművet is tönkreteszi, meg az útban is kárt csinálhat. Ezért a hólánc használata kimondottan havas, illetve jeges úton engedélyezett. A kérdésben szerepel a jeges út, bár a hó nem esik, ezért az lesz a jó válasz, hogy igen. Ne felejtsük el, hogy hóláncot egyébként bármikor föltehetünk a havas jeges az út, de ha hólánc használata kötelező táblával találkozunk, akkor nem mérlegelhetünk, csak úgy mehetünk tovább, hogyha legalább egy hajtott tengelyre felszereljük a hóláncot. Tehát a jó válasz az lesz, hogy igen, és egy beugratos kérdésre hagyj hívjam fel a figyelmet, mert nemrégiben találkoztam, sáros úton használhatsz-e hóláncot, a sár az se nem hó, se nem jég, tehát hiába van nagy sár az úton, a hóláncot ilyen esetben nem lehet felszerelni. Sorozatunk végére értünk, megnéztünk 35, én úgy mondom, hogy egy picit szivatós KRESZ kérdést, amin a vizsgán el lehet bukni, remélem nagyon sokat tudtam ezzel segíteni nektek, és buzdítalak mindenkit, hogy nyugodtan írjatok számunkra, akár kommentbe, akár az e-mail címre, hogyha találkoztok olyan KRESZ kérdéssel, amire szívesen meghallgatnátok a helyes választ, illetve annak a magyarázatát, akkor segítek és folytatni fogjuk a sorozatot. A KRESZ TV tesztkérdésekkel kapcsolatos sorozatát láttátok, Pető Attila vagyok, a KRESZ professzor, és legközelebb érdekes témákkal folytatjuk. Gyertek, nézzétek a KRESZ TV-t!